Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat. A Barbie film kapcsán itt van velünk a stúdióban Szobota orsolya, a Nők Európa Jövőért Egyesület alapítója és ifjúsági lelkész. Szia, Orsi! Szia, köszönöm a meghívást! És ő, Schindler Zsófia, pszichológus. Szia! Szia, köszönöm én is! Nos, nem most volt a Barbie film, viszont nagyon sok kritikát megnézve arra jutottam, hogy igazából ez a film mindenkinek szinte mást jelent. Tehát uh -huh. nincs olyan, hogy, hogy a készítők ezt elkészítették, és egy üzenetet át tudtak ezzel adni, mert a 40-es, 50-es korosztálynak is más jelentett, és nekünk, vagy nekem is így uh -huh. a, a 20-as korosztálynak szinte mintha nem is ugyanazt a filmet néztük volna. Úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni, hogy milyen társadalmi és nemi szerepeket hoz elő a Barbie film, uh -huh. és hogy ez aztán hogyan lett értelmezve a különböző kritikák által. Uh -huh. Viszont most itt maradva a stúdióban, az első kérdésem az az lenne, hogy a Barbie filmben a női problémákat, a modern női problémákat hülyen tükrözi-e. Tehát hülyen tükrözi -e a Barbie ezeket a problémákat, szerintetek? Zófi, hogyha? Én a Barbie film alapján arra a következtetésre jutottam, és nekem az volt a benyomásom, hogy a legfőbb problémaként talán a, a patriarchátus jelenik meg, ami hátráltatja a nőket, nehezíti az előrejutásukat az életben. És én megmondom őszintén, én ezzel soha nem értettem egyet, és a filmet látva, sem vagyok biztos benne, hogy hogy ez jól ragadja meg a problémát. Én ugye pszichológusként dolgozom, nagyon sokat beszélgetek nőkkel, akik így különböző korosztályhoz is tartoznak, és őszintén szóval az, hogy, hogy a, a férfiak lennének a, a legfőbb problémájuk, az is soha nem jön ki a beszélgetésekben. Nem mondom, hogy nincs olyan, tehát nem szeretnék mindenki nevében nyilatkozni, de nekem inkább az a tapasztalatom, hogy, hogy nőket nagyon gyakran foglalkoztatja, Például a saját, a saját testükkel kapcsolatos nehézségek, a, a, a munkában, a stressz, a, tehát a hétköznapi dolgok, de nem, nem hallom azt, hogy nem sűrűn hallom, hogy, hogy a férfiak lennének itt a, a, a valódi akadály és az a tényező, ami, ami nem engedi őket előre jutni. Így van, szerintem is egy ideológiai megközelítés van nagyon erősen a filmben, tehát tehát a patriarhátust egy egy mumusként tünteti Abszolút, fel, igen. ami, hogyha jól működik, szerintem mindenkinek egy nagyon jó modell. Akkor ez ez mit jelent pontosan, mert szerintem sokaknak nem is teljesen világos, uh -huh. hogy mit jelent. Tehát a patriarhátus mint olyan, én úgy értelmeztem a filmben, hogy a, az a férfi sovinista minden nőt elnyomó uh -huh. és kihasznál és kizsákmányoló bunkó férfi magatartás, előnytelen, vagy illetve, illetve olyan előnyökkel, ami, ami úgymond nem, nem méltó, vagy nem, nincs alapja. Ehhez képest szerintem a patriarhátusa az eredeti formájában egy, egy Teljesen működőképes dolog, és szerintem egy nőnek is, amiről talán a Zsófi még jobban tudna nyilatkozni, egy nőnek a, sta, a lelkének a stabilitását, azaz, azt az apai szeretet indítja el első, mm. első körben. És hogyha ezt megkapja, akkor ő tud egy, egy erőteljes, magabiztos nő lenni. Tehát én a patriarchátusban egyáltalán nem egy, egy, problémát látok. Lehet, hogy ennek a túlműködése az, az problematikus. Az iszlám világban például, ahol Oda, már háziállatként tartják a nőket, de, de hogyha ez jól működik, akkor ez, ez, ez nem lehet probléma egy, egy, nő életében. Reagálhatok erre gyorsan? Persze. Szerintem olyan fontos, amit Orsi mond, hát, hogy különbséget tegyünk a közt, a, hogy milyen a, a patriarhátus patriarchátus tényleg a a, a a, valódiságában, vagy akár keresztény szemben, most mondjuk ki, mert azért az, amit a film uh, bemutat, vagy amit sugall inkább, tehát azt egy keresztény is elítélné, hogy, hogy férfiak elnyomjanak nőket, hogy, hogy tárgyasítsanak, mm. tehát hogy, hogy abszolút nem ezt jelenti eredeti formájában, hanem, hanem azt, hogy, hogy, hogy a férfiak, a, tehát hogy az erejükkel védelmezik is a nőket, hogy, hogy kiállnak nők mellett, tehát hogy, hogy ez a különbségtétel, mm. amit Orsoly említett, szerintem ez fontos, mert én sokszor arra figyelek fel, hogy nem is ugyanarról beszélünk, uh -huh. amikor, amikor elhangzik a patriarhátus szó. Tehát, hogy, hogy nagyon sok negatív asszociáció kötődik hozzá, és, és értem egyébként, hogy miért csak mi például valószínűleg máshogy értelmezzük ezt a, az eredeti legtisztább formájában. Uh -huh. Igen. És azon is gondolkodtam egyébként, hogy a, a Biblia milyen férfi és női modellt rak elénk, és ez hogyan csapódott le mondjuk a konzervatív társadalomba, amitől aztán most ez a mai világ így elfordult, és valahogy nekem olyan volt ez a film, hogy egy próbálja újraértelmezni uh -huh. azokat a, a társadalmi és nemi szerepeket, nem csak úgy, mint a gender ideológia, hanem hogy hogyan kell egymáshoz uh -huh. viszonyulni. Mert sok nő már azt se fogadja el, hogyha kinyitják előtte az ajtót. A másik meg ezt szeretné nagyon, és nem érti, hogy ezt miért nem uh -huh. kapja meg, és annyira nem, még még jobban nincsen egység ezen a területen, és a Bibliát is meg szokták vádolni azzal, hogy nagyon férfi központú és férfi centrikus, és hogy a nők egyébként abban is el vannak nyomva, és hm. szóval, hogy, hogy már csak Ádám és Éva kapcsán is uh, egy olyan negatív uh, uh, szerepbe vannak belenyomva, amiből nem tudnak kitörni. Ez így van? Hát én úgy gondolom, hogy ahogy a Biblia azt írja, és ez alapján gondolom azt, hogy a Krisztusban nincs sem férfi, sem nő. Mm. Tehát, hogyha a szellemünk felől közelítjük meg a, az embernek a metafizikáját, akkor, akkor tulajdonképpen női testben élő mi vagyunk, én vagyok egy női testben, és amikor majd feltámadunk Jézus, azt mondja, hogy nem lesz sem férfi, sem nő, nem lesznek ezek a nemi különbségek az emberek között, de addig viszont alkalmazkodjunk a, a helyzethez, én úgy gondolom, tehát ha valaki mondjuk két méter magas, akkor általában lehúzza a fejét, hogyha bemegy egy alacsony szobába, vagy ha nagyon kicsi, akkor felel egy semmire, és ehhez alkalmazkodik. És én úgy gondolom, hogy ez egy olyan adottság, amihez az ember a személyiségében alkalmazkodik, és hát természetesen a lelkünk össze is van keveredve a, a testünkkel, tehát ezt, ezeket nem lehet elválasztani. És ez egy olyan érdekes, egyénileg működő formáció, amit adottságként kéne elfogadnunk. És, és egyébként pedig a Biblia alapján én nem látom a nőknek a hátrányos megkülönböztetését. Inkább azt mondom, hogy a azt mondja, hogy a gyengébbik edény, akire egy kicsit ne. jobban oda kell figyelni, Igen, jobban Igen. kell rá vigyázni. Egy, egy, egy normálisan működő férfi kapcsolatban a férfi gáláns és, és, és gentleman egy nővel, és szerintem minden normális nőnek jól esik, hogy ez vele megtörténik. Abszolút. Igen. Igen. Tehát Vagy... az, hogy Mr. Darcy kell, de közben hadd menjek be, be, tehát hogy nem, nem kell előttem kinyitni az ajtót, szóval ez olyan kicsit olyan, igen, igen, jaj, olyan de jó Igen, meg ugye Pálnak is annyiszor felrólják, hogy, hogy a, a, férfi feje az asszonynak is, hogy hát, hogy ez milyen maradi megközelítés, hogy milyen, milyen, okot tud adni az elnyomás, hogy azt elfelejtik, hogy Pál azt is mondja, hogy, hogy, a férje az úgy szeresse ugye a feleség, van. mint a saját testét, ezt azért ne felejtsük el, hogy, 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 úgy feje, hogy, hogy szeretettel, ahogy Így mondtam van. is, hogy védelmezi és vezeti, tehát, hogy nem egy nem egy elnyomó uh, rendszerről beszélünk ilyenkor, és ez szerintem fontos. Igen. Mint ahogy egy nagy cégnél is vannak főnökök, és Igen. az ember bizonyos pozícióban örül neki, hogy nem neki kell azt a főnök feladatot elvégeznie, mert lehet, hogy nem bírná idegileg, vagy azt a nyomást, vagy azt a tempót. Tehát én valahogy ezt így látom a hierarchiát, illetve amit mondtál, a férfi feje pedig a Krisztus. Tehát, hogy mm. a Bibliában alárendeltség van, és a férfi is alá van rendelve. Égen. És amikor itt, itt van a probléma, Égen. itt szokott általában elcsúszni, hogy amikor a férfi nem rendeli alá magát a Krisztusnak, de ő, a, ő az alfa, mm. és akkor viszont neki mindenki rendeli alá magát, na ott Égen. vannak a problémák. Tehát, hogy ha működik az a normál hierarchia alárendeltségi rendszer, akkor minden oké. Okay. Én úgy gondolom, ha nem, mm -hmm. ha valahol, valahol lezár a hierarchia, és mondjuk egy férfi önmagában alfaként, tekintéként lép fel, úgyhogy ő viszont nem engedelmeskedik. Na, ott, ott az, azzal már valóban szerintem vannak problémák. Igen. Meg azért sokszor találkozunk a fordítottjával is, hogy esetleg a nők az álnyomók, csak ez nem annyira látványos <laughs> egyébként, mint amikor egy férfi nyomja Igen. el a házasságban egy nőt. És hallottam az egyik filmkritika kapcsán, hogy... Ugye az történt, hogy a lentben a barbik vállalt, dolgoztak, ők vállaltak el minden tisztséget, és hogy a kenek, ők csak ott voltak a tengerparton, <laughs> sütették a hasukat, <laughs> és ez volt a dolguk, <laughs> és hogy, hogy ez nem elnyomás volt. Tehát a fe, a nő igazából ott nem nyomta el a férfit, bezzeg, amikor a ken visszajött a Barbie Landben, és megcsinálta a patriarchátust, akkor rögtön a nőket szexualizálták, és, <laughs> és, és így. Akkor meg a férfi elnyomást ö, ö, állították be nagyon rossznak. És ez a kérdésem, hogy szerintetek a leg, a film elején ott nem voltak elnyomva a férfiak? Hát ott, tulajdonképpen, ilyen cicamicák voltak, a kenek, nem tudom. Igen, és szerintem itt megint csak a nemek közti különbség. A, tehát, hogy, hogy máshogy, hogy is mondjam, hogy, hogy a a férfiaknál az agresszió, az ugye meg, sokkal gyakrabban jelenik meg, mondjuk egy ilyen fizikai formában, hogy, hogy akár összeverekednek, vagy tehát, hogy bármi um, ilyen fizikális megnyilvánulás, és a, az nem jelenti, hogy a nőknél nincs ott a, a potenciál, csak náluk jellemzőbb az, hogy mondjuk plegykálkodnak, vagy hogy, nem tudom, cinizmussal, sztereotípiákban gondolkodnak, és, és a, tehát a gyökér az ugyanaz attól, hogy ott nem egy ilyen fizikai megnyilvánulás látunk, és ugye, tehát ismerjük is ezt a fogalmat, hogy valakiből a, a párja egy papucsot csinál, ezt uh -huh. az, az ugye pont arra szoktuk Így mondani, van. amikor nem hagyja, hogy kibontakozzon a, a, a férfi minőségében, és, és hát az is egy elnyomás, na, hogyha valakiből a papucsot szeretnék csinálni, és és nem hagyom, hogy ő férfi legyen abban a, a, a kapcsolatban, az is egy elnyomás, csak máshogy. Igen, egy kifinomultabb módszer a nők uh -huh, módszere uh -huh. szerintem, egy kicsit ilyen szofisztikáltabb, talán mint a kutya-macska közti különbség, nem uh -huh, tudom. Igen, aha, aha. A kutyák olyan egyszerűen direkt be, a, a cicák pedig olyan kis hmm, hátulról, meg olyan kis cselesen, és akár egy női munkahelyet ha megnézzünk, hát... Ö, ö, hát tehát azt szokott lenni, nem? Mindig igen, a legnagyobb kritika, hogy, hogy több a pletyi, az, az intrika, áskálódás, áskálódás, és nagyon kellemetlen tud lenni. Mikor az embernek van egy férfi főnöke, én, én mind a kettőt átéltem, volt nagyon jó női főnököm, volt jó fej férfi főnököm, és volt másmilyen női főnököm, mindegy, tehát több-több félére emlékszem. És, és talán a legszörnyebb az volt, mikor a nők egymásnak voltak keresztve, és egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen intrikus közeg, és az, az, az annyira lehet tőle szenvedni. De, de az, a, az az érdekes, hogy a filmben pedig azt mutatják be, hogy amikor a férfiak kicsit így ki voltak rekesztők ott voltak a a margón, hogy akkor a nők ott mennyire kijöttek egymással, és hogy nem volt probléma. És közben a való világban is ezt tapasztalom, meg, hogy ez már így csúsztatás. Ez teljesen. Én azt hallottam egyszer egy embertől, hogy egy nő akkor tud igazán nő lenni, hogyha van mellette egy férfi, és akkor bontakozik ki és virágzik ki a nőjessége, és a férfi is ugyanígy akkor tud igazán férfi lenni, ha van mellette egy nő. Ez igaz? Mert a, a filmben azt látjuk a végén, hogy a Barbie arra biztatja Kent, hogy te találd meg önmagadat, uh -huh. saját magadban a, a létezésednek az értelmét, és hogy váljunk külön, és hogy egymáshoz semmi közünk nincsen. Most nem csak, mint párkapcsolatban, hanem mint férfi és női, ö, kap, ö, uh -huh. akár társadalmi kapcsolatban is. Én nagyon kritikus szoktam lenni ezekkel a, a gondolatokkal, hogy elég mély saját magam van, hogy akkor majd megtalálom a, az identitásomat, az életem értelmét. Tehát ezt ez, ez mindig nagyon kritikusan kezelem, hogyha valaki ilyen jellegű tanácsot ad, mert szerintem az ember társas lény, tehát szükségünk van egymásra, szükségünk van arra, hogy visszajelzést kapjunk a másiktól, és azt gondolom, hogy, hogy ez erre a filmre itt, itt most ugyanúgy igaz, hogy, hogy, hogy kell a, a nőnek a férfi, a férfinek a nő, és úgy találom meg, és ez egyébként minden kapcsolatra igaz, Tehát nem is feltétlenül csak párkapcsolatról beszélünk, de, de ha fel szeretnék építeni egy identitást, és szeretném megtudni, hogy, hogy ki vagyok én, az nem egy izolációban. És kell, hogy legyen bennünk egy, egy kíváncsiság a másik nem iránt, hogy, hogy a másik hogyan működik, kell, hogy tudjunk kérdéseket feltenni, kommunikálni és hogy megértsük egymást, de törekedni arra, hogy ténylegesen értsük egymást. Hogy ezt már említettem, a sztereotípiák, szerintem ez tényleg egy probléma, amikor sztereotípiákban gondolkodunk, mert az azt jelenti, hogy nincs ott az a kíváncsiság, hogy tényleg megértsük, uh -huh. hogy az a másik ember hogy működik, Igen. ő hogy éli meg a világot, neki, neki mik a benyomásai, hogyan értelmez dolgokat. Kell, hogy kommunikáljunk egymással, és így építsük fel a kapcsolatot is, a saját identitásunkat. És igen, én is én is abszolút így gondolom, tehát olyan kavicsok vagyunk a folyóban, hogy uh -huh. gördülünk egymáson, és koptatjuk is, csiszoljuk is egymást, és ez ez annyira hozzátartozik az ember személyiségéhez és lényegéhez, és, és um, egyrészt igaz az, hogy jó, ha az ember önmagában is megtalálja a uh -huh. saját magát, tehát egyensúlyt talál, és, és rendben van úgy önmaga is, de... De nagyon fájdalmas a magány, és nagyon szörnyű, uh -huh. és én is Igen, akikkel Igen. szoktam beszélgetni, talán a magánytól tudnak a legjobban szenvedni. Abszolút. És ö, ott van magában azt csinál, amit akar, és, és olyan életet él, amit akar, de nem, nem örül ennek, és nem szeret, és sokkal jobban szeretne inkább csiszolódni valakivel. Vagy vagy barátokat találni, vagy társat találni. És szerintem szükségünk is van a visszajelzésekre. Tehát, hogy uh -huh. nem vagyunk mi annyira tökéletesek, és annyira nem álljuk meg a helyünket önmagunkba, hogy ne kéne kapnunk visszajelzést. Uh -huh. És ott házasságban, családban ugye ez a legklasszikusabban működik, hogy visszajelzünk egymásnak, és csiszolgatjuk egymást, és tanulunk egymástól, de akár a társadalomban, közösségekben, ez, ez hozzátartozik az emberi mi voltunkhoz. Szerintem ez az az önző, nagyon-nagyon, ez a nyugati individualizmus jelenik meg benne, hogy csak én, 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 Hát meg az, az, amikor az ember nem szeretné hallani a másik véleményét vagy kritikát, mert ugye ha, ha én magamban száz százalékig uh -huh, meg tudom uh -huh. találni az identitásomat, azt, hogy, hogy én ki is vagyok uh -huh. valójában, akkor bezárhatom a fülemet minden más visszajelzésre. Uh -huh. Tehát mondhatom azt, hogy valaki mondjuk kritizálna, vagy, vagy akár nem is kritizál, csak egy más képet fest arról, hogy ki vagyok én, vagy hogy milyen a világ. Egy az egyben elutasíthatom, mondván uh -huh. én elég mélyre ástam, én uh -huh. megtaláltam a választ, köszi, nem kérek már a, a többiből, és ezt azért tudjuk, hogy hát ez veszélyes tud lenni. Ez belterjes. Pontosan. Az ember Úgy saját maga is tud belterjes lenni <gül> egyedül. <gül> Közösségek is tudnak belterjesek lenni, vagy, vagy osztályközösség, vagy baráti társaság, de az ember egy maga is tud belterjes lenni. <gül> <gül> És szerintetek, mert az a kritika is érte a filmet egyik oldalról, hogy ez nagyon feminista, és a, aztán meg azt is mondták rá többen, hogy, hogy ez nem feminista, ez egyszerűen a nőknek szól. Szerintetek, látva ezt a filmet, ti erről mit gondoltok? Én, én, először is feministának gondolom, de, de mégsem, tehát vannak benne fájdalmas tényleg a férfiakat megalázó részek, ami úgy nekem nem volt szimpatikus. Tényleg ezek a sémák, amik, amik két így nem lehet ráhúzni az egész férfi társadalomra, de mégsem számomra nem volt annyira bántó, mint amilyen kritikákat olvastam, hogy, volt, aki teljesen, teljesen leírta a filmt, hogy ez rettenetes, borzalmas, nem fogom megmutatni a gyerekemnek. A Ponziban például, amikor megnéztem, egyedül tudtam elmenni, és fiúk is voltak, lányok is voltak abszolút vegyesen, nem, talán több lány ült benn, mint fiú, de a fiúk is így. Tehát én ezt mm, nem gondolom, hogy mazohisták voltak és azért ültek be. Voltak benne nyilván túltolások, illetve meg kellett jelenni a vörös faroknak, amit régen szoktak mondani. A szocialista korban az újságcikkek végén mindig ott volt a vörös farok, tudjátok, az ideológia. Uh -huh. Tehát a gender ideológiát is valahogy belepréselték ott, de talán nem volt annyira, annyira erőteljes. Uh -huh. Én, én is hasonlóan érzek egyébként, hogy hogy egy feminista megközelítés uh -huh. egyértelműen, viszont azért szerintem találunk durvábbat egyébként, hogy uh -huh. a, ha szétnézünk a, a mozikban, uh -huh. hogy nem ez volt a legvészesebb. Igen, igen. És ö, azt gondoljátok, hogy most ez provokatív, de hogy a, femini, a feminizmus képes ezeket a társadalmi egyenlőtlenségeket férfi és nő között ö, megoldani, vagy mi lehetne a megoldás? Mert ö, sok lány ezt megnézve, a papucs barátjukat mégiscsak azért kidobták a film uh -huh. után. Az 50-es korosztálynak pedig azt jelentette, hogy akkor térjünk vissza a klasszikus értékekhez, és hogy ők uh -huh. ezt látták meg a filmben, akár uh, Isten is megjelenítve, uh -huh. tapasztalták ott ugye Barbi készítő kapcsán. Uh -huh. Szóval, hogy, hogy tényleg annyira mindenkinek más jelent, de hogy hogyan, hogyan lehetne mégis együtt élni közösen. Uh -huh. Hát, ha szabad egy, egy gondolatot, a, a feminizmusnak a klasszikus formája az nem volt rossz. Tehát az, hogy uh -huh. a nők dolgozhassanak, legyen szavazati joguk, szerintem ez hiánypotló volt, és kellett. Abszolút, igen. igen. Én azzal egyetértek. A klasszikus feminizmus törekvésével egyetértek. Csak sajnos, ugye mutálódott az évek uh -huh. során, évtizedek során, és talán a 70-es évektől már ö, kapott egy olyan gellert, amire, ami most meg már uh -huh. aztán, nem is tudom, hogy hol tart, ez a, ez a, leszbikus mozgalmak rátelepettek, a, azt hiszem lila árnyéknak hívták, minden igaz, ha jól emlékszem, egy ilyen mozgalom volt, és ott kapott Gellert a feminizmus, hogy, hogy akkor már nem csak a nőknek a úgymond egyenlőre felhozását tűzte ki, hanem tulajdonképpen már elnyomva, elnyomni a férfiakat, és, és teljesen ezt a önmagából kifordult, tulajdonképpen lázadó és, és, és destruktív típusú női magatartást. Most pedig szerintem ott tartunk, hogy a nők meg a férfiak, mint olyan, már szinte elavult kifejezés, noha ez a valóság, de, most láttam egy borzalmas képet, a, a NEJ Egyesületnek az oldalán meg is osztottam. Tehát le, megműtött nők, akik átműtették magukat. Igen. Igen. Ez egy provokatív kép. Megműtött nők, rövid hajjal betetkozva, levágott mellekkel egy számbugyiban. És, és elnézést, lehet, és kikérem, hogy ezt vágni, de tehát, hogy menstruálnak. És ez látszik a képen, hogy. Aha, aha. Tehát ez egy, ez egy nagyon provokatív kép, és, és valami ilyesmi az üzenete, hogy, hogy tehetnek akármit, hogy átműtetik magukat, akármilyen macson viselkednek, meg rövid haj, meg minden, akkor is a kromoszómáik, a génjeik sem, tehát nem tudják megváltoztatni, szépen. akkor is menstruálni fog. Jó lehet, hogy nem, mert mondjuk mormon mormonkezelést kap. Fú, nagyon provokatív a kép tényleg, de, de valahogy mégis mindennek ellenére ugye a tények makacs dolgok szokták idézni a című filmet, de hogy, hogy most már a feminizmus szerintem nem itt tart. Nem tudom, te Ó, Ez, ez annyira gondoltam van -e ahhoz is, amit most mondtál, meg ugye az eredeti kérdéshez is, hogy ha megnézzük a, a történelmet, én szerintem a kereszténység az egyetlen olyan megoldás ezekre a problémákra, ami úgy tud felemelni embereket és embercsoportokat, hogy közben ne nyomjon el másokat. És ez, ez, tehát hogy ha megnézzük a feminizmust, még az eredeti formájában is, egy klasszikus példa, de nem tudta úgy felemelni a nőket, hogy egyúttal mondjuk a, a, magzatokat ne nyomja el. Tehát, hogy az, az abortusz jogot, amikor ugye kiharcolták, az egyúttal azért azt is jelentette, hogy, hogy rengeteg születendő gyermeknek az életébe került ez a dolog. is, picinő, Pici, ugye, nő, pici igen, az a és, és hány olyan, biztos, je? hogy ti is láttátok már, amikor abortusz túlélő nők nyilatkoznak, és ők is nők, és a feminizmus gyakorlatilag majdnem az életükbe így került, van. de ők ugye még a szerencsésebbek, akik igen. túléltek egy abortusz, de hány nő van, van, aki nem éli túl. És akkor itt a feminizmus, tehát hogy, hogy itt van egy nagyon erős ellentét, hogy, hogy emeljük fel a nőket, de közben meg elnyomtunk vele ártatlan embereket, és ugyanígy, amit Orsi mondott, hogy, hogy emeljünk föl nőket, de, de hogy csináljuk azt úgy, hogy közben a férfiakat ne nyomjuk le. És szerintem, és ez visszakanyarodik egyébként tényleg ide a, a, a keresztény családmodellhez, meg a párkapcsolathoz, hogy, hogy egyedül a kereszténységben létezik egy olyan hierarchia, meg egy olyan um, felállás, hogy, hogy nem nyomunk el benne másokat azáltal, hogy, hogy, hogy felemeljük a, a sérülékenyt, a, a szegényt. Igen, a, igen. igen, igen. Én abszolút egyetértek. Tehát akkor nem elavult a kereszténység? Hát, Nagyon nem. nem. <gül> <gül> Nagyon nem Viszont a feminizmus, mint olyan, szerintem már nem, nem tudom, hogy értelmezni napjainkban teljesen, hogy most mi az, mi a feminizmus ma. Sem. Mert ma, ma azt látjuk, hogy a. A gender ideológiának a képviselői összecsapnak a feministákkal. Igen. igen, igen. És még a feministáknak kell szégyelniük magukat, amiatt, hogy ők a női jogokat szeretnék előmozdítani. Igen. Igen. De közben jönnek szembe a férfiak nőnek álcázva, akik igen. úgy elnyomják a feminista nőket, ahogy régen a, ebbe a klasszikus elnyomós felállásban. Te igen, nem... vannak ezek a nagy nevek, mint az Oxfordi oktató oktatókit ugye aki, aki szintén mindig is küzdött a, a, a leszbikusok jogaiért, a nők jogaiért, és most már gyakorlatilag ki lett utálva onnan, van, és, és van. hogy is mondjak, ezt a cancel Culture: ugye, hogy, hogy, Igen. Hogy, el. Köszi, igen, hogy eltörölték. Ami szinte hihetetlen, mert az ember azt gondolna, hogy hát rengeteg ö, eszmét, meg gondolatot oszt a, a tábor képviselőivel, aztán úgy néz ki, hogy mégsem, mert ha egy dologban nem ért egyet, akkor gyakorlatilag ki van Igen. zárva. Azt még jegyezzem meg így a feminizmushoz visszakanyarod vagy ahhoz, hogy a feminizmus megoldja a nők problémáit, vagy most mondjuk azt, hogy a, a diszkriminációt, amit a, így a film kapcsán is a, sokan tárgyalnak, ahhoz szerintem az is kell, hogy hogy az a diszkrimináció az tényleg egy alapú dolog legyen, és amit nagyon sokszor hallunk, hogy hogy ugye a fizetésekbeli különbségek, uh -huh. hogy a nők kevesebbet uh -huh. keresnek, és, és aki egy, egy kicsit is ennek utána olvas, vagy a Tomás szólt mindig nagyon szoktam ajánlani, ő közgazdász, nagyon sokat írt erről, hogy, hogy az, hogy a fizetésekben különbségek vannak, ez a, ez a gender pay gap ez nem amiatt van, mert hogyha jelentkezik egy állásra egy nő és egy férfi, akkor az egyiknek azt mondják, hogy ennyit kapsz, a pedig százezerrel kevesebbet. Tehát, hogy ez nem így néz ki, hanem ennek is megvannak a teljesen logikus okai, hogy, egy nő mondjuk elmegy szülési szabadságra, tehát, hogy azok a, az évek, amik több fizetést jelentenének, lassabban gyűlnek össze. Akkor ott van az, hogy férfiak sokkal hajlamosabbak fizetésemelést kérni, amit Általában akkor lehet, hogy megkapnak. Milyen jól teszik. Bár a is lenne ennyi. Igen, bátorságuk. Igen. Igen. De tehát, hogy erre, erre nem tudom, hogy a feminizmus, hogy jelenthetne egyébként is megoldást, hogyha nem is egy ilyen nemi alapú diszkriminációról van szó, hanem egyszerűen csak más, hogy alakul az élete egy férfinak, meg egy nőnek. És más a, a személyiségük, más, más uh, erősségekkel rendelkeznek. Tehát tényleg igaz az, hogy egy férfi határozottabb sokszor, nem mondom, hogy mindig, nem általánosítok, de, de oda megy, nyíltan megmondja, hogy mit szeretné, és ilyen nőkben sokszor van egy ilyen gárdás, hogy hát nem merek fizetésemmel is kérni, vagy hogy, hogy fognak reagálni. És ebből is adódnak különbségek, és akkor ezt, ezt minek tudjuk most itt be? Én nem annak tudom be, hogy azért, mert ő, nő, vele most így kitolnak direkt. Én nagyon érdekes, Ferencia Andrea a női karrierfejlesztési szövetség elnöke, még nagyon régen beszélgettünk, és azt mondta, hogy a női lét maga egy karrierbuktató. <laughs> Mert hogy tényleg, ha a klasszikus szerepekbe szeretné egy nő magát belehelyezni, tehát feleség, anya, tehát akkor ott az már önmagában ilyen beszakadások uh -huh, vannak mindig, uh -huh. amikor otthon van a kisbabával, de egyébként pedig anélkül ö, szegényebb lenne az ember élete. Tehát, Olyan? amikor megszületik az a kisbaba, akkor az ember érzi, hogy hát ez, ez nagyon nagy, a leg, legkeményebb munka, de mégis annyira jó. Mm. És, és valahogy más is egy igény, tehát más az igénye szerintem egy nőnek mm -hmm. a karrier területén, de való igaz, hogy, hogy jól lenne, egy kicsit bátrabbak lennének a nők is. Aha. Illetve óvatosabbak, tehát láttam egy olyan kimutatást, hogy azok a nagy cégek, ahol női vezérigazgató van, hogy sokkal kevésbé vállal kockázatot a, a női vezérigazgató, uh -huh, uh -huh. és ezért sokkal stabilabb a cégnek a, a, a jövője, illetve a, nem, nem megy bele ilyen nagyon kockázatos Igen. Uh, uh -huh. akciókba, vagy akár pénzügyi cégeknél is. Lehet, hogy nem harap akkorát, vagy nem markol akkorát, de sokkal stabilabb. Igen. Uh -huh. um, de ennek is van nagy előnye a um, tehát ez, ebben, ebben is megmutatkoznak így a különbségek. Nem is, nem is nem tudom mondani nem, kanyarodtunk jó, amit mondasz, mert szerintem ezért is annyira fontos tényleg az, hogy tudjuk egymás erősségeit, hogy, hogy, hogy mi az erőssége egy férfinak, mi az erőssége egy nőnek, mert tehát ez az, ami, ami, ami együtt is erősebbé tesz minket. Nem, igen, hogy ennek tudatában igen. vagyunk, és, és tudjuk használni közösen, nem egymás ellen, nem azért, hogy hogy versengünk egymással, hanem hogy, hogy tényleg. kiegészíteni, így van, az, egy igen, együtt. Kultú, együtt. Igen, igen. Tehát e, amit a Barbie filmben én negatívnak látok, ez a, ez az egymástól függetlenül, ö, egymást uh -huh, kizárva. Uh -huh. A, ilyen nagyon individualisten próbáljuk meg a saját életünket élni de közben a cél az lenne szerintem férfi-nő esetben is hogy együtt hogy tudjuk megoldani tandemben hogy tudunk uh -huh. nyerni. meg emlékeztek arra Gyerekkorunkban volt a suliban olyan sorverseny, hogy összekötötték az egyik lábunkat a másik gyerekkel, és úgy kellett futni, vagy úgy kellett labdát pattogtatni, borzasztó nagyon. nehéz volt. És nyilván sokkal lassabb, mert lassabban ment, mint mint hogyha egyedül kellett volna szaladnunk. De, de ott, ott ez egy nagyon jó feladat szerintem uh -huh. arra, hogy megtanulja egy gyerek, hogy hogy tudunk tandembe, vagy uh -huh. együtt mozogva eljutni egy célig. Abszolút. És inkább valahogy ezt kéne fejleszteni szerintem akármilyen korban élünk. Meg hát keresztényként is ez visszavisz megint a teremtés könyvéhez, hogy, hogy ott is közösen kapunk egy feladatot. Így van. Tehát nem arról van így szó, van. Hogy, hogy hogy férfi te csináld ezt, nő te csináld ezt, és akkor uh, hajrá, hanem hogy, hogy közösen népesítsük be a földet, Igen. hogy hogy ápoljuk gondját, meg viseljük gondját Igen. a teremtett világnak, és, és megint csak azt mondani, hogy hogy ilyenkor annyira szépen kiviláglik szerintem, hogy a keresztény üzenet, az, az egyszerűen választad ezekre a van. kérdésekre. Így van, így van. Hát sokan nem tudunk közösséget vállalni már a modern feminizmussal, amihez az Instagramon láttam valami egészen szörnyűt a nap, és a, a nem tudom, hogy ennél van-e aljább dolog. Uh -huh. És ez is valahogy így az individumhoz kapcsolódik meg az önmagáért való élésnek, hogy azt mondta egy transz férfi, hogy ő akar lenni az első transz férfi, akinek volt abortusza, <laughs> nem számít, hogy hány emberrel kell lefeküdnie. Uh -huh. És hogy ez valahogy annyira csak róla szólt, és arról, hogy bármit megtesz azért, uh -huh. hogy, hogy ezt a, ezt a igen Igen, követni. Azt is, meg azt, hogy hogy annyira történet. feszegesse a határokat. Tehát, hogy szerintem már nem arról van kérdés, hogy mi az, amit nem tudunk megcsinálni, mert egy oroszlánt is tud szülni. Tehát, hogy uh -huh. Uh -huh. mert technológiailag ez, ez lehet el fog jönni, amikor ez lehetséges lesz. De hogy ez a kérdés, hogy, hogy ez megéri-e, és ahogy mondtátok is, hogy uh, igazából egy közösségbe élünk, és valahogy azt kell beletennünk, hogy mi az, amit én hozzá tudok adni, hogy más embernek jobb legyen az élete, amin keresztül az enyém is. Hát Igen. szerintem erről a Zsófi jobban tudna nyilatkozni, hogy milyen beteg emberek vannak ma már. <laughs> Mert én ezt ebbe a kategóriába sorolom, tehát attól ezt... még, hogy sokan megnézik, vagy, vagy Igen. Ez teljes beteg. Meg ebben van egy adag ilyen náciztikus tendencia a... szerintem, hogy, hogy én beírom magam a történelembe ezzel a, ezzel a húzással, hogy akkor én leszek az első Férfi, aki nő, de hogy abortusza van, tehát hogy, hogy, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy az a jó út, ha, ha ilyesmivel szeretnénk megörökíteni mm -hmm. a, a, az életünket, meg emlékezetesek maradni. Tehát ez. Nem is tudom. Tényleg, van, van az a pont, hogy nekem is elfogynak a szapajim egyébként. Igen. Több, több ponton így, így be, beomlik az ember, hogy igen, ez nem, igen. nem normális. És én, én nekem ezt fáj az egész queer, meg egyéb ilyen transmozgalomtól, hogy tulajdonképpen ugyanott tartunk, mint a feminizmus előtt, hogy ilyen kétméteres nagy darab debellák túlsminkelve lenyomják a nőket. Akkor ugyanott tartunk. Igen. Ez még durvább férfi elnyomás, mert még a női mi voltunkból is ki akarnak úgymond semmizni minket, vagy még azt is el akarják venni tőlünk, és ez egy, nem más, mint egy iszonyatosan, iszonyatosan erős, egy ilyen férfi erőszak, egy ilyen maszkulin erőszak női ruhába öltözve, magas sarkuba. És és akkor ugyanott tartunk, szinte visszamentünk a nulla pontra, vagy nem tudom, nem is nulla pont. Mert szerintem egy normális férfi nem akarja így kiszorítani a nőket. Igen, meg hát ugye a fordítottja, amit mondasz, hogy az, az ritkábban téma mondjuk egy versenysportban is, uh -huh. hogy, uh -huh. hogy hogy valaki, aki nőből operáltatja át magát uh -huh. férfi vált, az, az, az nem egy annyira jelentős téma, mert nem... Súly például például ritkában egy, nyomják le a nők nem, a férfiak. Igen, nem jelent egy olyan jellegű fenyegetést mondjuk a, a másik teljesítményére, uh -huh, mint uh -huh, amikor egy, egy férfi a nőkkel kezd el versenyezni, hogy erre is most már annyi példát látunk, okay. és hát megnehezíti azért ilyenkor egy, egy egy nőnek az életét, főleg mert ugye ez nem is a, az egyéni döntés, hogy hogy én nőként akkor ott hogy vagyok jelen, meg sportolóként, hanem sokszor egy szövetség eldönti, uh -huh. hogy ez így rendben uh -huh. van, megengedett, nem tudom, osztozhatnak az öltözőn, tehát hogy, hogy na, ismerjük ezeket hát, a igen, igen, történeteket. Igen, igen, igen. Köszönöm a beszélgetés a Orsolyának és Inler Zsófiának. Jobbrodé volt a szerkesztőm, én pedig Varga Dorottya voltam. Sziasztok!